Mindannyian szeretjük a dicsérő szavakat, legyen szó ruhánkról, hajunkról, vagy éppen arról, amit alkotunk. Azt meg tudjuk mondani, hogy mi a szép, na de van-e egyetemes szépség? Erre keressük a választ a következő percekben. Vendégünkkel, Katrics Krisztával, szervus, sok szeretettel köszöntünk a stúdióban. Adjon az Isten szép napot mindenkinek. Szépnek látni valamit eléggé szubjektív. Na de ez hogyan lehet objektív, vagy lehet-e egyáltalán objektív? Hát a téma, amivel kapcsolatosan ide hívtatok, az gyakorlatilag a neuroesztétika, ugye? Ez egy olyan fiatal interdisziplináris tudományterület, ahol azt kutatják, hogy mi számít vonzónak. Milyen agyi idegi tevékenységek futnak, amikor az ember egy művészeti alkotást néz, vagy egyáltalán egy szép arcot meglát. A kérdésedre, így elsőre a válasz az, hogy általánosítható valamilyen szinten, hogy mit számít szépnek, de ez azért kontextus függő. Tehát függ attól, hogy milyen korban vagyunk, milyen társadalomban, téridőben éppen hol helyezkedünk el. Nem lehet mindent általánosítani, nagyon sok minden egyedi, de mégis a neuroesztétika azt a kísérletet teszi meg a rengeteg kutatásával, hogy megnézi azt, hogy mi az, ami általánosítható ebből. Mi az, ami általánosítható? Na, szóval az a lényeg, hogy van egy asztal, és akkor e köré leültek az agykutatók, a bölcsészek, a művészek, a pszichológusok, és lerakták a tudást egy asztalra, és ezt a tudást integrálják gyakorlatilag. A lényeg az, hogy figyelik azt, hogy a legújabb eszközökkel ez a funkcionális MRI, és tehát nem invazív technikák, tehát nem kell most már beleturkálni az agyba ahhoz, hogy ezt lássuk, hogy mi történik az agyi tevékenységekben, amikor meglátunk egy szép képet. Gyakorlatilag, ami általánosítható ebből, figyelik azt, hogy mit történik akkor, amikor például tonikus vagy atonikus zenét hallgatunk, hogy az agy hogy reagál erre, vagy hogy reagál erre, hogyha nézegetünk egy múzeumban képeket. Mi történik, hogy hogyan fejeződik ki az bennünk, hogy ez tetszik, vagy nem tetszik. Hogy a dopamin, mint jutalmazó hormon gyakorlatilag, hogy robban be az agyunkba, és hogy árasztja el azt az agyat. És ezáltal, hogy érezzük azt, hogy számunkra ez egy nagyon kellemes pillanat, vagy éppen az agyunkban a tökéletesség vihara belobban. Eszembe jutott egy szó a szépség mellett, ahogy beszélgetünk. Ez ugye, hogy sokszor mondjuk azt, hogy valami az ízlés dolga. Tehát az ízlés, akár ruha, haj, minden egyéb, az mennyire illik bele ebbe a tudományos kutatásba és eredményekbe? Hát azt vették észre a kutatásokban, hogy valaki minél képzettebb, annál szofisztikáltabban éli meg a szépet. Annál inkább számít neki szépnek az, ami egy átlag embernek, aki nem mélyült el mondjuk az adott művészeti tevékenységekben, vagy a tevékenységben, az mondjuk esetleg nem értékeli túl sokra, de minél többet tudunk és tanulunk, és minél, ezt mondom erre, hogy minél kondicionáltabbak vagyunk. Tehát, hogy minden attól függ, hogy mivel találkoztunk az életünkben már előtte, minél többel találkozunk, annál szélesebb a látókörünk, annál tágabb a tudatállapotunk, és annál komolyabban tekintünk rá valamire. Társadalmilag egyébként hogyan hasznosítható ez az említett kutatás? Ami fontos ebben, hogy ez egy neuroesztétika, ez egy szervező mechanizmus gyakorlatilag, tehát elég komoly lobby tevékenysége is van most már. A mentálhigién és jólét egyébként ez a kulcs. Hogy a cél az, hogy a művészetekkel, a kézművességgel, az alkotással az emberek alapvetően mentálhigién és jólét állapotába kerüljenek. És tudjuk azt, hogy minél jobban vagyunk, annál hatékonyabbak vagyunk, akár mondjuk gazdaságilag, tehát a gazdasági tevékenységünkben. Tehát gyakorlatilag erőforrásként használják a művészetet, az alkotást. Az, hogy stresszmentesebbek vagyunk, az, hogy békésebben, nyugodtabban éljük a hétköznapjainkat, és azáltal sokkal hatékonyabban dolgozunk például a munkahelyünkön. Egyrészt ugye ez a gazdasági hatékonyság, másrészt az empátia. Tehát azért az emberek empátiás hídjait összeköti a művészet. Nemre, fajra, tekintet nélkül az emberek a szépet azt érzékelik és akarják. És kifejezetten te a gyakorlatban hogyan tudod hasznosítani ezt a kutatást?
Én ugye kamarai tevékenységemmel, mivel kézműipari alelnökként vagyok itt Heves megyében jelen, gyakorlatilag nagyon sok munkánkban már ez megjelenik. Tehát ez most nekem a mester diplomámnak a szakdolgozata volt, és hogy ami jó benne, hogy ezt azért ki lehet maxolni, tehát hogy szépen fel lehet használni. Például egy áprilisi kiállításnak ez volt teljesen a tematikája, kézművesség ezer éve és jövője a Kárpát-medencében, és ami egyébként szerintem zseniális jó hír, hogy ez a projekt, ez kapott most egy nagyon komoly eredményt, mert hogy az Európai Uniós gazdaságfejlesztési munkában nemzeti kategóriában első helyezett lett. Tehát azt gondolom, hogy azért nagyon szépen lehet ezzel egyébként akár projekteket, akár kézművességeket közvetett módon támogatni. Egyébként a szépség az mennyire határozza meg, és azt mondom, hogy a társadalmi dolgainkat, hanem mondjuk az egyén, a személynek a lelki világát, az ő mindennapjait, azt, hogy ő hogyan éli azt, akár otthon, akár a munkahelyén. Tehát milyen hatással van az valakire, hogy ő szép dolgokkal van körülvéve mondjuk például. Most gondolok arra, valaki egy, nem tudom, egy sötét helyen dolgozik, hát az őt gyanítom nem látja olyan szépnek, mint nem tudom, egy erdész vagy egy természetvédő őrök, egy csicsergő madarak között a virágos réten dolgozik, de most mondhatnék más is. Szóval, hogy van erre valamilyen kutatás, hogy tényleg a szépség az hogyan befolyásol hangulatot, lelki világot, bármit? Jó, hát akkor most gyakorlati dolgokra vagytok leginkább kíváncsiak, mondjunk egy pár dolgot. Nézzük meg az emberi arcot. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy az emberi arc, mitől vonzó egy emberi arc egyébként? Vonzó amiatt, hogy szimmetrikus. A szimmetria az mindig fontos. Az aszimmetria az a írösködőt jelenti legtöbbször a természetben. Ezért ezt nem annyira szeretjük. Ha szép a textúrája a bőrnek, a mosoly, az egy nagyon-nagyon fontos. Ezek erre mind kutatások vannak, hogy az emberek sokkal szebbnek látták. Vagy a női arcnál egyébként az ösztrogénes női arc, ami nagyon érdekes. A hormon hatás a férfi arcnál, a tesztoszteron a szélesebb állak, szélesebb álcson, férfiasabb megjelenés. Tehát, hogy ez vonzó. Nézzük meg a beltereket például. Nagyon érdekes az, hogy minél nagyobb a belmagasság, annál szebbnek érzékelik egyébként az emberek a belteret. Hogyha nagyon erős a bevilágítottság és természete, akkor is sokkal jobban érzik magukat, mint a szűk, sötét beltérben, vagy az alulról jövő fényforrást, azt nem szeretik egyáltalán az emberek, abban nem érzik magukat jól. A gyerekeket például sokkal jobb tanulásra lehet ösztönözni, és jobb eredményre, abban az esetben, hogyha nagy ablak mellé ültetik őket, és erős bevilágítottság mellett tanulnak, és háttérben nyugodtan szólhat egy olyan preferált zene halkan, amit nagyon szeret a gyerek. Ez fokozza egyébként a teljesítményt minden esetben. Hát azt gondolom, hogy számtalan ilyen példát lehet, például az íves alakok a beltérben, az ívelt formák is mindig sokkal jobb, tehát vonzóbbak az ember szépségérzékelésének egyébként. Ha már a gyerekek szóba kerültek, melyik az a korosztály, illetve melyik az időszak, amikor úgy tényleg így elkezd az ember gondolkodni, hogy na most ez szép vagy nem szép, mert ez egy pici baba, egy gyerek, gyakorlatilag minden szép valószínűleg, mert látja anyukát, apukát, látja a kutyát, nem tudom én mit. Mikor teszik különbséget, hogy na ezt kevésbé tetszik, ez jobban tetszik, ezt lehet tudni? Hát azt gondolom, hogy ez azért érdekes, mert hogy azt gondoljuk, hogy egy újszülött csak úgy vegetálva ottál van, de ez nem igaz. Tehát, hogy nagyon sok kutatás mutatja azt meg, hogy pár órásan már különbségeket tud tenni egyébként, tehát óriási képességek vannak egy újszülöttben is. Pici gyerekek 2-3 hónaposan már sokkal nagyobb figyelemmel vannak a szép formájú archoz, tehát vonzódnak jobban gyakorlatilag hozzá, jobban odafigyelnek rá, jobban reagálnak rá. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egészen már szinte a születésünk pillanatától a szép, mint ilyen, az az életünk része. A beszélgetés elején említetted a korokat. Hogyan látod így az esztétika, vagy egyáltalán az, hogy mi szép, mennyiben változott az elmúlt évszázadok alatt? Hát mindig más preferálunk, tehát azért a történelem, meg a kultúra, nem, tehát nem csak a kor, a kultúra is gyakorlatilag, ahova megszületünk, meghatározza azt, hogy mit látunk szépnek. Ez egyértelmű, hogy ez állandó változásban van.
vannak-e fokozatai egyébként a szépségnek? Nagyon sok szavunk van rá, ugye, gyönyörű, csodálatos, káprázatos. Ezek csak szavak, vagy tényleg vannak ennek valóságos fokozatai? Hát a szépségérzékelésnek az agyban alapvetően vannak fokozatai természetesen. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy valamit észlelünk, egészen addig, hogy összekötődnek az érzelmeinkkel bent az agyi pályák, és aztán beömlik a dopamin, a jutalmazó hormon, ez egészen a csúcsélményig el tud jutni. Tehát egész komoly csúcsélményeket meg tudunk azzal kapcsolatosan élni, amikor valamit szépnek látunk, vagy érzékelünk. És a cél az mindig ez. Hát ezt keressük. Hát köszönjük szépen. Azt hiszem a szépséget, ha nem is kiveséztük, de elég sok mindent megtudtunk róla, és azt is, hogy már az egész pici babáknál is akkor ezt meg lehet figyelni. Hát köszönjük szépen az információkat. Köszönöm, én is, hogy itt lehettem. Szakdolgozati témát választottál. Köszönjük szépen, hogy megosztottad. Köszönöm szépen.